Igen, van szerencsém több kedves vendéget bemutatni önöknek, nektek, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Hát elsősorban Utasinné Horvát Erzsébetet köszöntöm nagyon nagy szeretettel közében. Aki, hát Utasi József özvegye feleségeként egy utasi könyv közreműködőjéként, összeállítójaként lesz most itt jelen köztünk, és beszélgetni fognak erről a könyvről, Pán Hidi Baj tanárúrral. És nagy örömömre három kedves tolmácsolót is kaptunk vendégségbe, akit szeretettel üdvözlöm, dr. Bence Katalint, az Utasi József felsmondókör tagját, aki egyébként a Lenti Rendelőintézet főorvosasszonya. És nagy örömmel köszöntöm Orgona Lászlót és Tekán Kingát feleségét, akik dalban fogják közvetíteni az utasi verseket számunkra. Én nem is húzom tovább az időt, amit azért még szeretnék elmondani, hogy a kötetet meg lehet vásárolni utána ott a pultnál, és hát gondolom, hogy lehetne megváltatni is. És még jaj, elnézést, azt inkább most mondom el, nem a végén, hogy egy nagyon kedves kis kamara kiállítást is meg lehet nézni a folyóiratolvasomban Utasi József műveiről, és nagyon szépen köszönjük ennek a kiállításnak az összehozását Tőzsér Péternek, a Hittudományi Főiskola könyvtárosának, aki a saját és barátai köteteiből hozta és állította össze ezt a kiállítást, úgyhogy mindenképpen nézzék majd meg a beszélgetés után. Jó eset kívánok, felmelyen tisztelettel köszöntöm Önöket is, és külön nagy tisztelettel egyrészt Zsókát talán megengedik, hogy elmondhatom, hogy kollégák vagyunk, és Zsóka kért meg, hogy tegeződjünk. Én hihetetlen módon megtisztelve érzem magamat, amit ezúton is köszönök, és el is fogadom ezt a lehetőséget. Tehát Zsókát nagy szeretettel köszöntöm, Utasi József, Kossuth Díjas költőnk özvegyét, és az imént említett felsorolt és megjelent doktornőt, illetve művészeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és külön köszöntöm Önöket, akik itt megjelentek a Városi Könyvtár aktuális rendezvényén. Régóta tervezzük, szervezzük már egyszerrel azt, hogy valamilyen szinten Utasi Józsefet bemutassuk. Sajnos őt személyesen már nem tudtuk meghívni, hiszen 2010-ben elhunyt, viszont halála után néhány hónappal értesültünk arról, hogy özvegye Zsóka egy, megmondom őszintén, hogy régen látott szép verses kötetet készített el és állított össze Utasi József életére. Azért gondolom, mert hogy elmondhatom azt és bátran mondhatom azt, hogy régen látott, érdekes, szép és azt kell mondjam, hogy megható. Megható, szeretettel és igényességgel készült kötetet tarthatunk a kezünkben, amiért egyébként meg is vásárolható. Egyszerűen azért, mert oly sok egyéb verses kötet mellett, amit az ember mondjuk a kezében tart, ez a verses kötet számomra azért is rendkívül érdekes és rendkívül szép, illetve megható, mert tele van csupa-csupa személyes fényképpel, fotóval és történettel. Akkor, amikor készültünk erre a beszélgetésre, és néhány perccel a 5 óra előtt itt megérkeztünk és beszélgettünk, hogy is rendezzük ezt a mai estét, én annyit mondtam Zsókának, hogy legyen a legnagyobb szó természetesen az ő férjé, az ő férjének az emlékéje, az ő versei szóljanak itt elsősorban Önöknek, de hát nyilvánvalóan, ha egy ilyen élő szemtanúval itt a legközvetlenebb embertársad, aki az ő életében hosszú-hosszú évtizedeken keresztül meghatározó volt, lehetőség nyílik beszélni, ezt is használjuk ki. És mielőtt a beszélgetésünk elkezdődő, én azt hiszem, hogy a doktornőt meg is kérhetem, hogy idézze is meg nekünk Utasi József szellemét. 1941. március 23. A 41-es tavasz harmadik napján megszült egy napraforgó arcú asszony, hogy ebben az égkupolás alkotóház világban mutassam föl a szépet, a jót, s mondjam ki bátran az igazságot. Bükszent Erzsébet. Újongó hegyek közt sóhajtásnyi völgyben élt egyszer egy falu. Benne gömbölyödtem fényre, világra, ő hát szülőföldem. Gunaram jajgas. Röppenj föl, fehér Gunaram, jajgas. Magasra szállj, te csillagtalpas. Nézd, kipofozva városok
falvak. Száj gitárnyakú Gunaram, jajgas! Vasvillánk, sarlunk, mind sikoly éles, menekülj innen, itt piros tél lesz. Kereket old az ördög szekér is. Anyám csomagol, elmegyek én is. Nagyon szépen köszönjük. Néhány olyan verset hallhattunk, amelyek a költő születési körülményeket tárják elénk, azt a környezetet, azt a kis bükki falut, ahol ő a világra jött, és kezdjük is itt a beszélgetésukat. Légy szíves, mutasd be nekünk egy picit Kutasi József életpályának ezt a szakaszát, a kezdetet, az ő családját, és hogy hogyan indul el Egelen Pétervásárán keresztül az ő pályafutása. Szeretettel köszöntöm én is Önöket, és köszönöm, hogy megtisztelnek érdeklődésükkel ezen az utasi esten. A Mátra és a Bükk hajlatában, ahogy hallottuk a versben az előbb, Bükk Szent Erzsébeten született. A 41. március 23. nyilván ennek a dátuma. Egy olyan zárt közösségben született, ahol érdekes módon még mindig él a családok, a nagy családok közössége. Ezt úgy mondják, hogy had. Tehát a felmenők, a mellékágak, az egy nagy család, tehát egy had. A másfél éves volt, amikor épült a kis ház, amiben a szülők az életük, közös életüket szerették volna kezdeni, és akkor jött a sasbehívó. És mint olyan sok család ebben az országban, hiányos család lett, mert az édesapa ott maradt onnál. 1944. már február 18-án Minszk mellett temették el valahol. A hadi kórház orvosa írt egy levelet, ez még olyan megtisztelő körülmény volt, lehetett, hogy ültek egy tábortűznél katonatársaival együtt, és a mellette ülő társának egy abrak zab volt a nyakában. És jött a német katona, akit a versében úgy mond a költő, hogy Fritz Sisak, és el akarta venni az abrakot a saját lovának. Hát természetesen nem adta, mert az övének is kellett, és aztán gondolkodás nélkül szétlőtte ezt a katonatársát, és egy fáradt golyó találta el az ő édesapjának a lábát. 3 hétig húzták, mínusz 20-25 fokban katonabaltársai az első kórházig, és ez a Minszki kórház volt. Ott ápolták, de már nem lehetett megmenteni. A hadi kórház főorvosa írta az édesanyjának, hogy nem tudtam már tenni érte semmit, lőtt seb, harmadfokú fagyás, és nagyfokú vérveszteség volt a halálának az oka. És akkor elküldte egy kis dobozban azt, ami maradt tőle. Ezt a Gyászdoboz című versében nagyon szépen megírja, ami szerepel is ebben a könyvben. 4 kiló kristálycukor, egy lereszelt karikagyűrű, a borotvája, néhány levél, és ahogy írja, egy agyonmutogatott fénykép anyámról is rólam. És aztán jött a keserű sors. Az édesanyja aztán egy év után összeköltözött egy Schusterrel, falubeli emberrel, de hát nem volt olyan virágzó ez a kapcsolat. Úgyhogy a gyerekkora azért volt mégis szép, mert a nagy család körbevette. Egyrészt, mert árva, tehát mindig bennünk volt ez a plusz, de a falu közössége is olyan volt, mint ahogy említettem, egy zárt közösség. És próbáltak valamit visszaadni a kis növekvő kisfiúnak,
és sikerült is, mert olyan mély szeretet volt egész életében a szülőföldje iránt, hogy ez hihetetlen. Az egyik költőbarátja, aki a Kilencek költőcsoportnak a tagja, azt mondja egy róla készült portréfilmben, egy beszélgetésben, hogy én még nem láttam embert, aki így ragaszkodott a szülőfalujához. Ő is orosházi volt, aki ezt, illetve orosházi, aki ezt írta, de hát átélte azt, hogy ez még nagyobb hihetetlenebb ragaszkodás. Az általános iskolai elvégzése után az egri Dobók gimnáziumba kerül, és onnan pedig a Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar népművelés szakára. Említetted, hogy a Kilencek csoportjának az egyik tagja, de mielőtt még arról beszélnénk, hogy kik is voltak ezek a Kilencek, illetve miért volt fontos az ő szerepük, bármennyire is próbálták őket háttérbe szorítani és elhallgatni abban a bizonyos rendszerben. Hogyan kezdődik az írói pályafutása? Tehát ő Egerbe bekerül, és ott rendkívül, Eger magáért beszél, tehát egy gyönyörű, szép, kiváló kis város. És főleg akkor, amikor valaki mondjuk faluról megérkezik, ott kinyílik az embernek a világ. Eleve a gimnáziumi életkor az, amikor úgy először tapasztalja meg az ember azokat az élményeket, ami adott esetben később az egész életét meg fogja tudni határozni, főleg egy olyan helyen, mint Eger is. És itt én úgy láttam, hogy a könyvben is, és a verség is az ember olvas, hogy itt szinte kiteljesedik. Egy egészen más világ elé tárul, és rengeteg emberrel kerül kapcsolatba, aki aztán később meghatározzák az ő életét. A költészettel és az irodalommal mikor került ő úgy kapcsolatba, hogy legelőször elkezd verset írni, és elhatározza, hogy ő ezen az úton szeretne tovább haladni? Móricz írja, hogy az emberrel 12 éves koráig megtörténik minden, ami kialakítja az ő egyéniségét. Vele is így történt. Ezek az apa hiány és a falu közösség, ezek a barátságok alakulása mind-mind olyan meghatározó élmény volt, ami például a barátság az rendkívül szent dolog volt számára a élet utolsó percéig. És nyilván középiskolás korában nyílik rá a világra, és már ott elindul ezen az úton. Most, hogy a hagyatékával foglalkozom, eddig is tudtam róla, hogy vannak gimnazista korából megmaradt versei, de azt is tudtam, hogy nagyon sokat írt olyat, amit összetépett. Most egy picit, egy kitérőt teszek, de hogy ne felejtsük a beszélgetés vonalát, majd segítesz nekem ebben vagy. Tehát 59 gimnazista kora, 60-61-ből találunk olyan verseket, amik ma is közölhetők, és aztán később egyetemista korában, akkor már egészen tudatos benne, de gimnazista korától, hogy ő költő lesz. Egyetemista korában pedig már kifejezetten ezen a táján megy. Egy kollégiumban laktunk, és elment egyszer, ketten laktak egy-egy szobában, ugyanilyen, és úgy laktunk kollégiumban, hogy egy U alakú épület és két szemben lévő szárnyban. Én is tudtam, hogy nincs otthon, és villany volt a szobájában. Azt megelőzően ő is tapasztalta, hogy a szobatársa olyan furcsán figyeli az ő dolgait, elment egyszer otthonról, az akkor itt verseket is mint összegyűrte, beledobta a szemétkosárba. Aztán valamiért mégis visszament, és akkor látta, hogy ott kutat a szemétkosárba, és sírítgatja ki az ő verseit. És akkor már úgyis sok volt a rovásán, mert akkor már megírta a Zug Március című verset. És hát akkor már kifelé állt a szekere rudja egyébként is a versei miatt, amik akkor már egyetemi lapokban megjelentek, és akkor hát fogta magát és megverte ezt a gyereket. Aztán ez volt az utolsó csepp a pohárban, hogy eltávolították az egyetemről, de az a társunkból a BM egyik hatalmas tisztségviselője lett.
Most a hallgassuk akkor meg az Ómácius című verset. Én szemfedőlapod lerántom, kelj föl és járik, Petőfi Sándor. Zúg Március, záporos fényver, suhog a zászlós tűz a vérben. Hüvelyét veszti, brong a kardlap, úgy kelj föl, mint forradalmad. Szedd össze csontjaid, barátom, lopnak a bőség kosarából. A jognak asztalánál lopnak népek nevében, s te halott vagy. Holnap a szellem napvilágát roppantják ránk a hétszer gyávák. Talpra, Petőfi, sírodat rázom, szólj még egyszer a szabadságról. Ez a vers emblematikussá vált, megjelenni persze nem jelenhetett meg, de másolták a egyetemista társaim, nem csak itt Pesten, hanem például Pécsett is, Dávid Ibolya még a pozitív korszakában elmesélte, hogy ő akkor volt egyetemista, és ott is másolták ezt a verset, persze az ódiumát a költőnek kellett ugye viselnie, és hát viselte is, amiről majd később beszélünk. A kérdésben volt még egy rész a kilencekről. Ugye kollégiumban vidéki emberek laknak, és sok verset író, hasonló gondolkodású fiúk került egymás közelébe, és annyira együtt gondolkoztak, bírálták, illetve hát olvasták addig is egymás verseit, míg annyira természetessé vált, hogy egy közösségé formálódtak kilencen, ezért ez lett a nevük, hogy kilencek. Közülük Rózsa Endre 95-ben meghalt, és most az én férjemmel csak heten vannak. Ez a csoport Elérhetetlen Föld címmel adta ki az első kötetét. A megjelenési körülmények borzalmasak voltak, évekig nem vállalkozott rá egy könyvkiadó sem. Nagy László, aki akkor már nagy nevű költő volt, és Kornos István, nagyon, Juhász Ferenc nagyon sokat kardoskodtak mellette, hogy megjelenhessen, de hát az akkori hatalomnak nagyon-nagyon szemet szúrt, és főként ennyi költő egyszerre együtt, ez egyenként is veszély, hát ha még kilencen. Végül is aztán Darvas József volt az Írószövetség elnöke, ő maga is íróember, mint tudjuk, és az ő segítségével végül megjelenhetett Nagy László gyönyörű szép előszavával. Annyit szeretnék még róluk mondani, hogy ez talán egyedülálló nem csak a magyar, de az egész világirodalomban, hogy a mai napig együtt vannak, ahányan vannak, még heten. Aztán megjelent közös második kötetük, harmadik, sőt az elmúlt évben az Idő Baján címmel negyedik közös antológiájuk is. Időközben persze mindegyik elindult a saját útján, mindegyikük kialakított egy irányzatot, amit követ, de valahol mégis összetartozók a mai napig is, hát ezért lehet antológiát szerkeszteni a köteteinkből. Említettük a kilenceket, tehát megbeszéltük azt, hogy kik azok, akik ennek a közös történetnek ugyanúgy a részesei, és ahogy itt most már halljuk a verseket egymás után, egyrészt észrevehetjük azt, illetve feltűnik mindenképpen, hogy ezek közül a versek közül jó pár rendkívül tömör. Ezek nem hosszú, nem nagyon émeigős, dagályos versek, hanem rendkívül tömör, és pontosan ezért szerintem rendkívül feszültek. Ezek a feszültséget sugároznak ezek a versek, és igazából ehhez kapcsolódna az a kérdés, ami megfogalmazódott bennem, és tényleg itt Alba, például az Zúg Március, vagy mondjuk ennek a kötetnek a címét is, és őt Alba fog az ember, de majd még szeretnék egy eléggé szubjektív élményemet elmondani. Azt látjuk, hogy hihetetlenül foglalkoztatta őt az akkori világ, a rendkívül kritikusan vizsgált akkori helyzet. Az 50-es, 60-as, 70-es évek Magyarországa. És még akkor is ragaszkodott hozzá, és még akkor is ezzel a témával foglalkozott, hogyha őt ezért folyamatosan elutasítottság,
megkerülés és mindenféle problémát, problémák érték. De ezt házastársként, ezt ahogy éltem meg? Igen. 69-ben jelent meg Elérhetetlen főcímmel ez a bizonyos antológia, és ebben az évben jelent meg az ő első verses kötete Tüzemlobogó címmel. És aztán összeállt néhány év múlva a második, illetve egy vagy két év múlva a második kötet anyaga, és bevitte a Szép Irodalmi, néhány kiadó volt még akkor, csak nem annyi, mint most, a Szép Irodalmi Könyvkiadóhoz. És hát természetesen a cenzúra az borzasztóan működött. Még 87-ben is van egy dokumentum ebben a könyvben, éppen erre vonatkozóan, hogy még 87-ben is erősen működött. És a kiadói főigazgató, aki maga is íróember volt, minden szépirodalmi mű megjelenéséről ő döntött, feltette az asztalán ezt a kötetet, Csillagok árvája a címen. És behívatta, 8 évig fektette ezt a kötetet. Behívatta, aztán így 2 év múlva, és azt mondta, hogy fiatalember, ezt a verset ki kellene hagyni. Ki kell hagyni, anélkül nem jelenhet meg. A Hithogyakozás című versről van szó, amit majd mindjárt hallunk. És aztán újabb két év múlva behívatta, hogy ezt a strófát kéne kihagyni. Hát ő nem. Ő nagyon kemény ember volt, és nem. Akkor újabb 3 év múlva, hogy ugye elosztuk a 8 évet, valahogy így volt, azt mondja, csak ezt a sort, hogy tréningezik velem a terror. Ő 80 éves volt akkor, és sok mindent megírt. Azt mondja, velem már igazán tréningezett a terror, de ezt a sort nem mertem volna leírni. Hát ő nem egyezett bele, úgyhogy 8 év után jelent meg ez a második verseskötet, amiben ez a Hithogyakozás című vers szerepel, csak hogy ő időközben összeroppant. Most felelek majd a kérdés további részére is, de hallgassuk meg a verset. Hithogyatkozás. Adhin Persaudnak. Dióverő fény, rezgő nyárfa, ideg összeroppanása. Sisakból makk, emberfej pottyan, hitfogyatkozás játszik napommal. Koppanás, csönd, ez lett a ritmus. Mezőn új csaták csontja virít most. Győzelem! 30 ezüsttel győztek. Énekelem hát, Júdás idő ez, s úgy meredek a kereszt fiára, kiroppan bogyó szemem világa. Csoda nincs, lám a sós vér is felforr, tréningezik velem a terror. Ördögszekerek után köttet, csúfolja testemmel a földet. Fogadna fiának is, ha élve törhet az idő kerekébe. De alku sincs, hát hosszú hajammal söpreti avar forradalmam. Sűvíts, süketíts hatalmi lárma, Vénics 77 tornyodba zárva, ellened én, ember az őszben, immár halálig levetkőztem. Erősen képekben gondolkodott, tehát ellen kell merengenünk egy-egy soron, aztán könnyen kibomlik a gondolatsor, de ellen gondolkoztat bennünket. És nagyon, nagyon sok a dalszerű verse, amiért elmarasztalták, még ma is sokan, de ő erről az útról nem tért le. Hogy éltem meg ezt én a társaként, a feleségeként? 73-ban kezdődött nála
Tehát 69-ben jelent meg az első verses kötete, és aztán jön a Kálvária ezzel a másodikkal, és úgy 73 körül már érződött, hogy nem bírja ezt a szorítást, és összeroppant. És utána nagyon sokszor számoltam 9-ig, éppen 9-ig, és hát nem volt értelme, nem számoltam tovább. Nagyon sokszor került nagyon-nagyon mélyre, de mindig sikerült kimászni ebből a gödörből. Nos, az az érdekes ezekben, hogy ugye mindig voltak, akik szerették volna valamelyiküket megvezetni, például ilyen költőket, mint Bali Károly, odaállítottak köréjük, ha egymást már ugye nem árulták el, mert ilyen is volt, hogy közülük valakit próbáltak rávenni arra, meg verseinek, meg zenésítőit, nem őket, mert ők akkor még nem is ültek, talán vagy óviba jártak, hogy adatokat gyűjtsenek, vagy mondjanak el a társaikról, de ez nem sikerült. És akármennyire nehéz volt a betegsége, depresszióról van szó, ő érzik nyilván önök ezt most, hogy bármilyen nehéz helyzetben volt, de annyira, hogy nem is volt a tudatánál, ez nagyon sokszor előfordult, és ez nagyon nehéz volt természetesen megélni. Kórházba léptek sorozata, hosszú idők, de akkor is pontosan tudta, hogy neki mit kell tennie. Tehát annyira a zsigereiben volt az igazságérzet, és a saját útja, amit ő kijelölt magának, hogy senki és semmi nem tudta ettől eltéríteni. Hát feleségként nehéz volt ez az élet, de sem akkor, sem most nem látok a fejem fölött glóriát. Úgy éreztem, hogy mint minden feleség, nyilván gyámolítja a férjét és fordítva, ez ugyanolyan természetes volt számomra. Ahogy azért telik múlik az idő, és egyre több, és egymás után érkező versek születnek, azért mégiscsak egyrészt egy idő után áttörik szerintem annak a hallgatásnak a falát, amiről ők megpróbálták rákényszeríteni, érkeznek azért a díjak, érkeznek a kortársak elismerése, illetve, ahogy itt ebben a könyvben is egyébként nagyon sok helyen lehet látni, nekem úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon sok személyes kapcsolata volt nagyon sokféle emberrel. Bulgáriában egy ideig bulgári irodalommal kíván foglalkozni, műfordítással, stb. Tehát ő azért egy nagyon-nagyon meghatározó ember kellett, hogy legyen, hiszen nagyon sok barátja búcsúztatja, nagyon-nagyon sok barátjának dedikál verseket, és talán egy személyes élményemet vele kapcsolatban így közvetett korábban azért elmondanom, erre utaltam. Az előbbi gimnazista voltam, amikor a 90-es évek közepén megjelent Illés Lajosnak a Cantus Hungaricus című zenés költemény. Ez egy három részből összeálló oratórikus mű, aminek az első darabjait, az első részét hallottam meg valamikor 95-96 körül, és tele volt olyan versekkel, ezek megzenésített versek voltak, és tele volt olyan versekkel, amelyeket sem jó magam, sem pedig az akkor ott gimnáziumban, irodalomban jobban, mélyebben foglalkozó osztálytársaim, korosztályom sem ismertek. És csupa újszerű, illetve számomra bevallom őszintén ismeretlen vers volt, és köztük volt egy olyan vers, ami hihetetlenül megfogott. És ez a dalba fog az ember sor is ebből a versből van, Küszöbén az estnek című versről, és idő után, amikor már rengeteget hallgattam, és kívülről tudtuk ezeket a dalokat, akkor néztem utána, hogy ki lehetett az a szerző, aki ezt a dalt megírta, és bevallom őszintén, akkor hallottam életemben először Utasi Józsefnek a nevét is, és attól az időponttól kezdve számomra akkor, amikor én mondjuk a publikációit olvastam, vagy róla szóló publikációkat, elemzéseket olvastam, akkor rögtön mindig ez jutott az eszembe, hogy én Illés Lajosnak köszönhetően, aki azóta már sajnos szintén meghalt, Illés Lajosnak köszönhetően is ismertem meg egy ilyen dalos versen keresztül Utasi Józsefet. Kik voltak az ő, a kilenceken kívül, kik voltak az ő legkedvesebb portársai, akiket sokra becsült, és akikkel legszívesebben szeretett együtt lenni?
Most Illés Lajos kapcsolatban csak egy röviden, aztán dolgoztak együtt is, a Betlehem csillaga című rockopera, az közös mű. Ő írta a szöveget, Utasi József írta a szöveget, és Lajos pedig a éppen, hogy jöttünk el, kis oroszit láttuk, eszünkbe jutott, ő pedig a zenét szerezte rá. Most a egri gimnazisták készülnek arra, hogy betanulják ezt a rockoperát, és elő is adják, mindössze 3 előadást ért meg, mert ennyire volt pénz. Ennyire volt elég az a pályázati pénz, amit Lajos nyert. Kik voltak az ő? Nagyon széles baráti körünk volt, mert tulajdonképpen akik az egyetemen együtt tanultunk, alattunk lévő évfolyam, 1, 2, 4, 5 fölöttünk lévő évfolyam, tulajdonképpen együtt maradtunk. És a mai napig is. Közben mi elköltöztünk Pestről az én szülőfalumba, Zala megyébe, Rédicsre, 2005-ben egészségügyi okok miatt, ott jobbak voltak a körülményei, és ugyanúgy együtt maradunk, ugyanúgy napi kapcsolatban vagyunk, vannak még velem is, utána ugyanúgy, és hát elsősorban ezekkel a pályatársakkal, mert hát megtaláljuk őket az élet minden területén, történész például Kisgyi Csaba, vagy filmrendező Révész László, vagy hát nem is tudom, kit mondjak, még rengeteget, tehát ez a 40-45 közötti korosztály tulajdonképpen, mind együtt vagyunk, Vasi Géza, irodalom, történész, mind. Egy időben, 1-2 év eltéréssel végeztünk az egyetemen. Valóban, és hát természetesen az előtte járó generáció, akiket nagyon-nagyon tisztelt, és az utána jövő is, az egészen fiataloké, mert ez is egy csodálatos tulajdonsága volt, hogy óriásian tudott örülni, ha egy tehetséget felfedezett. Nagyon sokan küldtek hozzá anyagot, 10 verset, 5 verset, de ha csak egyetlen szó összetételt talált, akkor már boldog volt, akkor már azt írta neki, hogy ez csoda, ezen az úton kell menni, és tanulmányozza a magyar népdalokat, a magyar népköltészetet, szóval az már megborzongatta, mert hogy ez olyan gyönyörű. Tehát mondhatom azt, hogy a fölötte lévő korosztály is, és az alatta lévő korosztály között is nagyon-nagyon sok barátja volt. Egyébként a rengeteg búr ellenére ő vidám ember volt, le tudta tenni ezeket a súlyos gondokat, és mindig a társaság központja volt. Hát különböző irodalmi esteken, ha vége lett, kimentünk, leültünk, mindig körülötte gyűltek össze a társak, és boldog volt, aki a legközelebb ülhetett hozzá, hatalmas mennyiségű szeretet volt benne. És most, hogy dedikált, és vissza is kapta természetesen ezt a szeretetet. Most dedikált versekről beszéltünk, akkor hallgassunk is meg egyet, Péntek Imréhez, 9-ek egyik tagjához szóló verset. Morgolódó, Péntek Imréhez. Mondják, hogy higgyek újra, és ezeknek, hiszen ezeknek még a szemük sem áll jól. Belerakják a nemzeti jövedelmet egy óriás kalapba, és volt pénz, nincs pénz. Helyette fölmutatnak vigasztalásul egy nyomvat békegalambot. Ó, Rodolfo! Gátlástalan tanítványaid előbb-utóbb eltüntetik az országot is. Hát hogyan higgyek én egy zsebmetsző rezsimnek? Hogyan? Ugye nem is kellene ilyen sokat beszélnem, hiszen a versek magukért beszélnek. Ő könnyű elképzelni, meg elhinni, meg látni, hogy egy ilyen ember nem kegyeltje a hatalomnak sohasem. De az útját azért ugyanígy járta tovább.
A jobb tányit sem engedett. És ahogy közeledünk az elkerülhetetlenhez, így a vége felé a beszélgetésünknek, a hosszú-hosszú betegség tűzdelt és mindenféle egyéb tragédiákkal, amire gondolom, hogy még egy szorsz, úgyis felé élet, 2010-ben ér véget. Akkor kezdődik ennek a könyvnek a megszerkesztése. Én azt szeretném kérni, kedvesek, hogy légy szíves, ugye a beszélgetésünk vége felé, és még mielőtt meghallgatnánk a művészeket egy kisebb lokal, mondjál még néhány szót erről a kötetről, illetve arról, hogy hogyan és mint került ez a te szerkesztésed alatt, illetve szervezésedben így a most már a mi kezünkbe is. Igen. Előtte még szeretnék szólni egy nagyon nehéz személyes tragédiánkról. A fiunk 20 évesen meghalt. Egyértelműen Csernobil áldozata. Tehát a nagyapa 44-ben az orosz hómezőkön, az unoka pedig Csernobil által. Föltámadásért való ének. Harangvirág bong sírodon. Bim-bam, bim-bam, kundul az ég is. Kongatom dalaimmal, dalaimmal. Árva, oly árva, aki él. Bim-bam, bim-bam, ébreszt föl, fiamat, bőjti szél. Itt nyugszik, barna dalaimban. Bim-bam, bim-bam. Ezt a tragédiát, ezt nem lehet feldolgozni. Ezzel együtt kell élni. És az amúgy is megtépázott idegrendszerét gondolhatják, nagyon megviselte, és természetesen engem is. De dolgozni kell tovább, élni kell tovább, ezután jelentek meg a verses kötetei egymás után. Én is visszamentem dolgozni 3 nap után. Ez csak így lehetett munkába temetkezni. Akkor már ugye a puha diktatúra is elmúlik, jön a 89-es év, ez egyébként a fiunk halálának az éve is, meg hát az úgynevezett rendszerváltás éve is. Itt már kezdik el ismerni, 78-ban József Attila díjat kapott a második kötetér, ami ilyen sokára jelent meg, és akkor utána semmi, semmi, semmi. Na most őt nem túlságosan érdekelte, hogy kap díjat, nem kap díjat, de aztán jöttek az elismerések egymás után, nem akarom én ezt felsorolni, néhányat emelni csak ki belőle. A 9-ek együtt kapták a Magyar Köztársaság tiszti keresztjét, polgári tagozatát, együtt kapták a Bethlen Gábor díjat 2010-ben, és 2008-ban kapta meg a Kossuth díjat, azt megelőzően a Balassi kardot. Ezt február 14-én Bálint napon adják át, ugye stílszerűen először Tóth Bálint kapta, ő a 3. évben kapta meg, ez egy igazi szabja, a Balassiról ismert kép, látjuk a kezében a szabját, annak a hűmását készítette el egy bonyhádi kovácsmester, és ezt kapja minden évben a kitüntetett. Nagyon örült ezeknek azért, de legjobban annak, hogy a szülőfalvja díszpolgárrá avatta. Ez az oklevél, ez fönt van a szobája falán, a többi nem nagyon, azok fiókokban vannak, de a legnagyobb elismerés ez volt az ő számára. A 13. felterjesztésre kapta meg a Kossuth díjat. Mindig nagy-nagy szeretettel, nagy-nagy kárörömmel húzta ki a
az illetékes ember. És akkor, amikor a köztársasági elnök privilégium hatásköre lett, hogy kikaphat Kossuth díjat, és a köztársasági, köztársasági elnök ugye Sólyom László volt, akkor abban az évben kapta ő meg a Kossuth díjat. Na most elmondta erről a róla készült dokumentumfilmekben, hogy hát természetesen örül neki, de ha akkor kapta volna meg, amikor az első Judás idő címmel összegyűjtött könyve jelent meg, akkor, ahogy mondta, bukfenceztem volna előre is, hát vehetett meg hátra is. Szóval időben kellene a díjakat megkapni, beszéltek sokszor, megbeszélnek sokszor egymásról, nem akkor, amikor már érzi a díjazott, hogy ezt most már bizonyára azért kapja, mert köztudomású, hogy a következő évben talán már nem kaphatná meg. Akkor még fiatal, még tudna vele mit kezdeni, hát mindenkor lehet vele mit kezdeni természetesen, de itt az elismerés részéről van inkább szó, nem az anyagi részéről. Egy 40-es éveiben járó embernek igazán jobban esne a munkájának elismerése, mint már 70 körül. Most valamit kérdeztél, amire nem válaszoltam. Azt tudom, de azt megelőzően is valami kimaradt, nem baj, majd még. Lehet, hogy még azt mondja, hogy inkább a kötetre. Na most a könyv. Mint egy ilyen haláleset után mindenki, engem is nagyon próbára állított az utána következő idő, és gondoltam, hogy valami olyat kéne csinálni, mert ez így nem megy, hogy egyre több a gyógyszer, és én pedig egyre erőtlenebb vagyok. Valahogy úgy kellene ebből kilábalni. A főorvosnő segítségével sikerült is a betegség része, és akkor jött az éppen az előbb említett Péntek Imré, aki ez a Morbóló című verse íródott. Ugye Zala megyében élünk, és ő Zalaegerszegen a Zalai folyóirat, a Pannon-tükör főszerkesztője, és a férjem 69 éves korában halt meg, hogy a 70. születésének 70. évfordulójára csináljunk egy 70 versből, 70 képből álló könyvet. Én csak az anyagot szedjem össze, majd egy irodalmi történész, Pécsi Györgyi megszerkeszti. Aztán elkezdtem gyűjteni az anyagot, és azt mondják, miért kéne ezt másnak megszerkeszteni, ennél jobban senki nem ismeri az életeteket, és akkor ő a versek a fejemben vannak, hogy milyen képanyaggal rendelkezünk, az is a fejemben vannak, és aztán akkor így összeállt ez a vers része. És van egy unokahúgom, aki nyomdában dolgozott, illetve végéig, és nagyon-nagyon írt a képanyag szépítételéhez, és vele közösen alkottuk meg, mondom idézőjelbe, ezt a könyvet. Nem volt előttem példa, ha lett volna, se néztem volna meg, mert valami olyat szerettünk volna létrehozni, ami egész kicsi kortól, tehát kisiskolás kortól egészen akkorig érdekes lehet az embereknek. És hogy sok személyes dolog van benne, ez is természetes, hiszen mondhatom, hogy nem ajtók mögött zajlott az életünk, hanem mivel ilyen széles a baráti körünk, és együtt maradtunk, hát egymás előtt zajlott az életünk, és tulajdonképpen vigyáznom is kell talán ezután, hogy mi a nagyon személyes, és mi nem, mert ezt olyan nagyon nem is érzem, hiszen nem történik egy emberrel semmi olyan különleges, ugyanazok történnek mindannyiunkkal nagyjából. Nagy dolgok is, meg hát kicsi dolgok is, hiszen a kicsi dolgokból van több az életünkben, és ezek azért nagyon hasonló pontok mindannyiunkéban.
Hát így alkottuk meg, szép háttereket talált ki hozzá Pajorné Horváth Zsuzsanna, és hát igazából nagyon sokat elajándékoztunk belőle, ez volt a lényege, hogy sokaknak kezébe kerüljön. Aztán csak csodálkoztam, hogy milyen szép véleményeket kapok róla. Nem is gondoltam én erre, én csak nagyon benne voltam ebben a lázban, hogy csinálni, és éreztem, hogy ez nekem az igazi terápia. És hogy ezzel jöttem én ki ebből a nehéz helyzetből, abból a nehéz helyzetből, amit mindannyian átélünk, hogyha elveszítjük a hozzánk közelállókat. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire mély és ennyire személyes gondolatokat és érzelmeket és érményeket is megosztottál velünk. Köszönjük szépen, és én azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül akkor, amikor azt mondom, hogy tényleg az elmúlt 3 órában átadtuk, újra tudtuk élni, meg tudtuk ismerni ismét Utasi Józsefet, vagy találkozhatunk vele, és akkor zárásként meg szeretném kérni az ifjú művész urakat, hogy egy rövid kis műsorral még zárják le ezt az estét. Egy picikét szeretnék előtte mondani a fiatalokról. Ők személyesen ismerték Utasi Józsefet, és valahol ez egy olyan egymásra találás volt, hogy pengetünk, és gyönyörű dolgok kerülnek ki a gitárunkból, és ott van a költő, aki végigéli, hogy születik a dal, miután már megszületett a vers, és ez egy olyan csodálatos egymásra találás volt, hogy a legtöbb versét eddig talán Dínyi József zenésítette meg, de igazából sokkal jobban szerette Orgona László és Tekán Kinga által megzenésített és előadott verseket. Köszönöm szépen! Köszöbb én az estnek, csillagfakadás ordalba fog az ember. Ha már fáj a sorsa, nagyon szépen fájjon. Köszöbb én az estnek, csillagfakadás. Csillagfakadáskor dalba fog az ember. Ha már fáj a sorsa, nagyon szépen fájjon. Küszöm én az estnek, csillagfakadáskor. Én eddig hallgattam csak, mert jól tudom, mi lesz a sorsa,
A szeleburdi szilvafákon két csillaggá robbant rügyeknek. Mondják, mikor az Ózdi kórház műtőjében kis Margit megszült, barkát borzolt a szél, és az utcán kizöldültek a vasporos fák. Ám, ahogy a részkirincset Lábújhegyről ígyni fölértem, ifjú házunk szemét kilőtték, s lekalimpált a kiskakuk is. Anyám összesöpörte az időt, én meg kidobtam a szemétre. Festőfák erejére. Tüzek szállodái, már a kertek, ragyogás ráz eget, földet, folyót. Kikeleti ágablakok nyílnak, piros rügyek, becsavart lobogók. Én, amíg a remény ága renget, tüzek tüze, márciusi gyermek. A feslőfák erejére mondom, győzni kell a gyöngyös gyökereknek. Én, amíg a remény ága renget, tüzek tüze, márciusi gyermek. A feslőfák erejére mondom, győzni kell a gyöngyös gyökereknek. Győzni kell a gyöngyös gyökereknek. Kezed, vacsora csillaga, holdam tányérjával terítesz meg, mama. Zeng a csönd hallani, hogy Isten orgonál, fejünk fölött prong el. Egy nagy szarvas bogár. Sercek serpenyődben a paprikás pörkölt, amíg hűl meg leled nekem a kis göncölt. Dereng a domba hegy, már minden szilva kék. Ebb utol valaki, magához int az ég. Egy szerelmes legény megy az úton, dalol. Ezer csókot kapott cserébe valahol. És most fél Istennek, véli ifjú magát. Jó éjszakát, mama. Mama, jó éjszakát. Derengők.
szél fú, hogy hajladozhat. Félsz, ahogy derengő blúzot melleden összehúzod. Szemeid bőgnek, őszülünk, hullong a rengeteg. Termőág, fiamat rengetez. Csukkaszítom én hamvadó ajkat, csillagzók ropog az ősz alattad. Csillagzók ropog az ősz alattad. Fákat altat a szél. Fákat altat a szél. És én most ébredek rá, nagyon szerethetlek, ha már a sálam is integet utánad. Fákat altat a szél, álmos lombó fákat, s én most ébredek rá, nagyon szerethetlek, ha már a sálam is integet utánad. Ébredek rá, nagyon szerethetlek, ha már a sálam is integet utánad. Zárszó József Attilának. Vagyok itt a legszomorúbb fűz, zöld zokogású. Én vagyok
vagyok itt az eső. Én ragyogok, nem a nap. Nincs egy árva szavam, csak a pontért jöttem a sínig. Szép elmúlás, gyönyörű enyészet. Rettegem itt a csillagok titkát. Hunyorgok, hát ha kerengő kriptát. Ezen a halál távlatú bolygó. Nem tudok tűnődni még mosolygó. Elég, ha egy száraz ágra nézek. Oda van már is minden kedvem. Szép elmúlás, gyönyörű enyészet. Miért nem tudsz megvigasztalni engem? Szép elmúlás, gyönyörű enyészet. Miért nem tudsz megvigasztalni engem? Megvigasztalni engem. Küszöbén az estnek, csillagfakadás kordába fog az ember.
nagyon szépen fájjon. Küszöbén az estnek, csillagfakadáskor. Küszöbén az estnek, csillagfakadáskor, dalma fog az ember. Ha már fáj a sorsa, nagyon szépen fájjon, küszöbén az estnek, csillagfakadáskor. Ható volt, és nagyon szép volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Nagyon szépen szeretném megköszönni Zsóka nekem ezt az együttlétet. Köszönöm szépen. És egy kis esztergomi ajándékkal gazdagodjatok, és nagyon szépen köszönöm, Karina. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ennyien eljöttetek megosztani velünk ezt a szép élményt. Köszönöm.